Zónai Béla 1890-ben született Székesfehérvárot, egy rendkívül széles látókörű, nagy kultúrával rendelkező, igazán dinamikus egyéniség volt, akinek terve volt az, hogy a Trianon utáni Magyarországon Szeged egy nagyon fontos hely legyen, legalábbis annyira fontos, mint Budapest, ezért hozta létre, vagy alapította meg például a Szép Halom című folyóiratot, és gyűjtötte maga köré az akkori költőket és intellektueleket. Foglalkozott magyar irodalommal, összehasonlító irodalommal, irodalomtörténettel. Ő volt az, aki bátran az összehasonlító irodalomtörténetet egy más dimenzióba helyezte a szellemtörténeti kutatásokkal. Ő volt az, aki nagyon nyitott szellemi gondolkodóként próbálta közvetíteni a magyar irodalmat és a magyar szellemiséget Európa irányában, Európa felé, nevezetesen Franciaország felé. Képes volt hálózatokat építeni. Tehát az, ahogy a mai nyelven mondanánk, az a fajta kultúrdiplomácia, amit ő végrehajtott, az nagyon-nagyon hasznos volt. Sok pénz került, vagy több pénz került, több könyv került a francia tanszékre, és nagyobb figyelem fordult a vidéki egyetemek felé, tehát a Klebersbergi kultúrpolitikát folytatva gyakorlatilag megpróbálta idevonzani Európát, és nyitottá tenni Európát arra, hogy érzékelje, értékelje, mi folyik a jelenlegi Magyarországon. Maradtak fenn olyan fotók a hagyatékban, amelyen jól látható Zónai Béla a képen körülvéve tanítványaival, köztük például Radnóti Miklóssal, illetőleg Madárcsi Lászlóval, aki egyébként a francia tanszék vezetője lesz Zónai Béla után. Tehát ezen a fotón nagyon jól látszik, hogy Zónainak mindig nagyon kiváló képessége volt a tehetség gondozásra, kiválóan tudta irányítani a hallgatóit. A visszaemlékezések, Madárcsi, Baróti Dezső szövegeiből az derül ki, hogy számunkra rendkívül fontos volt az a kritika, az az útmutatás, az a horizont, az a nagyon fontos precizitás, ami sokkal inkább túlmutat a pozitivista szemléleten. Számára a nyelv az egy élményszerű irodalom elméletet akart, ezek az ő szavai. Tehát azt lehet mondani, hogy akkor, amikor ő 35 évesen ide került Szegedre, akkor ő valójában egy dinamikus valaki volt, aki szembe ment az akadémiai idősebb kollégákkal, például Horger Antallal. Hát, hogy milyen erekje maradt ránk? Például ez a szakdolgozat maradt ránk 1938-ból, Ádám Jenő munkája, amelyen Zónai Béla kézírásával olvashatjuk a szakdolgozat bírálatot. Miután visszakerült Budapestre, ugyan kapott tanári állást a Budapesti Egyetemen, de nem oktathatott, elszigetelődött, egyre inkább problémái adódtak, egészségügyi problémái, kedélybeteg lett, kórházi kezelésre szorult, és noha megpróbált mindemellett a felszínen maradni és publikálni, mégsem tudott igazán bekerülni az akkori intellektuális életbe, és 1964-ben jelent meg egy nagyon kiváló könyve, a Nyelv és stílus, amelyért elsőfokú díjat és jutalmat kapott az akadémiától. Fontos pont volt a szakmai munkája elismerésében, de nem vette át ezt a jutalmat, és 1969-ben meghalt. A szegedi franciák számára rendkívül fontos, hogy a hagyományait őrizze, hogy a nagy legendás tanár egyéniségeinek az emlékét fenntartsa. Ennek a gondolatnak a mentén határoztunk arról 2005-ben, hogy ezt a termet Zónai Béláról nevezzük el. Itt őrizzük azt a néhány kötetet, amit még ő hozott a tanszékre, kiemelkedőnek véljük, és az utána következő nemzedékek számára szintén nagyon fontos volt annak a tanári habitusnak, annak a tanári elkötelezettségnek, az étosznak, a tanári étosznak a továbbvitele, amely jellemezte őt, illetve nagyon fontosnak tartjuk azóta is azt a kultúrdiplomáciai munkát, amellyel meg kell alapoznunk az itt folyó munkát. Thank you.
készült a Szegedi Tudományegyetem centenáriumának alkalmából.